Köszöntöm a Mezőtúri Városi Televízió nézőit, önök a Túri Objektívet látják. Műsorunk mai vendége Kovács Mihály, a Magyar Szocialista Párt önkormányzati képviselője. Üdvözlöm önt nálunk, és köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm, szerkesztő úr, a meghívást, és nagy tisztelettel köszöntöm a Mezőtúri TV, és ezen belül is különösen a Kertváros nézőit. Én magam részéről örömmel jövök ide mindig. Elég ritkán kerülök ide, bár mondjuk nem régen vagyok képviselője az önkormányzatnak. Ugye tudjuk, hogy tavaly október, hiszen szeptemberben volt a választás, de sikerült így elhúzni, hogy igazából októbertől vagyok regnáló képviselője a Kertvárosnak. Én a magam részéről ennyit bemutatkozásképpen, és várnám a kérdést. Igen, hogy említette, speciális helyzet, hiszen nagyjából egy éve képviselője a Kertvárosnak. Akkor milyen ígéreteket tett a lakosságnak, ezeket mennyire sikerült betartani, hogyan látja most ön a Kertváros helyzetét? Egy városi képviselő kettős funkcióban van a testületben. Egyrészt egyéni képviselő, ha egyéni választás során került be a testületbe, a saját város részét kell, hogy képviselje. Másrészt, mint városi képviselő, felelős a város teljes költségvetéséért, fejlesztéseiért is. Én úgy gondolom, hogy nem szétválasztva a kettőt, én talán a nagyobb falatnál kezdeném, hiszen régebben is voltam már annó 8 évvel előtte városi képviselő több cikluson keresztül, de azért itt most egy teljesen új helyzet elé kerültem, mert azóta is sok minden változott, és sikerült elég jó kiüríteni a önkormányzati törvényből adódóan a városi teendőket, nem tartoznak ide az iskolák, a kórház nem tartozik ide, régen itt volt a hatásköre a Mezőtúri önkormányzatnál, de ezen túlmenőleg azért csak hogy érzékeltessem, hogy mekkora összeg az, ami a város önkormányzatán, város testületén múlik, azért ez megmutatja azt, hogy közel 5,7 milliárd a főösszege a költségvetésünknek. Ebből fejlesztési, felhalmozási jelleg az 3,686 millió forint. Ebből a felújítás 910 millió, a többi pedig konkrét beruházás. Ehhez még hozzájött 200 millió forint, amit a kormány úgymond választás előtt, azért ezt el kell mondani, hogy tudják a lakosok, választás előtt azért legyen egy kis látvány dolog is a belterületi utak leburkolására. Előtte 8 évig nem igen volt erre precedens, de én annak is örülök, hogyha legalább ilyenkor lekerül az a por motyog a földutainkról, és talán egy járhatóbb helyzet alakulhat ki. Ez nem érintette az Mezőtúri önkormányzat területén lévő kertvárosi utakat, hiszen volt olyan elhangzott kijelentés az egyik fideszes képviselő szájából, hogy a Kertvárosba örüljünk, mert ott mindenütt aszfaltozott út van. Ezzel szemben én azért elmondanám megjegyzésképpen csak úgy kicsit úgy csípősen, hogy a Kertváros nem kapott ingyen semmit. Itt mindent a lakosok a saját pénzükből 70-es, 80-as években építettek, és bizony ezek az utak a többször is beruházást, a felbontásokat, a csatornázást, szennyvizet, gázvezetést nagyon megviselték, és különösen három út az, ami rendkívül tönkre van menve. Ez a Rozmaring Mak József Dobó út, amit én tervezek is a magam részéről majd vitérni a végén a saját terveink között, ezeket helyre kell állítani.
abból a írdatlan pénzből, aminek a jó részét azért azt is el kell mondani, hogy a vállalkozók, illetve a város lakossága fizet be adóként, közel 1 milliárd lesz a vége, tehát 900, nem tudom meg pontosan mennyi, 910-15 körül, ami a tavalyi évbe befolyt. Ennek az elköltése, én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb felelősség kell, hogy legyen, hiszen a város a nyakába kapott rengeteg megnyert pályázatot. Csak hogy példaként mondom, beltörött egy csatornázásra 277 millió. Ezek uniós pénzek, tehát nem adófizető pénzek, amit itt fizettünk be, uniós támogatású projektek, bölcsőde fejlesztés 90 millió forint, észak-déli kerékpárút, ami érinti a Kertváros is, és nekem szívügyem, hogy ez megvalósuljon, 300 millió forint, kelet-nyugati kerékpárút 448 forint, millió forint. És akkor mit már rögtön áttérnék a kudarcaimra, hiszen az ígéreteim között benne volt a gyalogos híd felújítása, ami majd gyalogos és kerékpáros híd is lesz. Hát ez nem valósul meg ebbe az évben. Hogy miért? Én elég nehézen tudom ezt megfejteni az okát, hogy miért kellett több mint két évet várni az elnyert pályázati pénz után, hogy majd 2020-ban tudjuk elindítani ezt a projektet, hiszen ezekre a kerékpárutakra nagyon nagy szükség van. Nagyon rosszak a belterületi utak, azok, amelyik a Kossuth út, Sugár út, mondjam tovább, de hát kerékpárosok részére elég veszélyes. Tehát nagy szükség van ezekre. De ennél sokkal nagyobb fontosságú a Kertvárost konkrétan érintő gyalogos híd felújítása. Egyszerűen balesetveszélyes, babakocsival, kerekesszékkel, mozgássérülteknek életveszélye híd. Annyit el tudtam érni, hogy talán egy szükségszerű kátyúzás még az idén meg lesz, de mivel a két projekt már nemzeti közbeszerzést fog érinteni, összevonásra került, és el kell indítani egy nyílt közbeszerzési pályázatot. Hát ez azt fogja jelenteni, hogy legjobb esetben is talán évvége vagy jövő év elején fog kivitelezője lenni ezeknek a beruházásoknak. És akkor még nem mondtam azt, hogy időközben az árak mennek fölfele, ehhez majd szükség lesz plusz pénzt oda tenni az önkormányzat büdzséjéből, mint ahogy a többi beruházáshoz is kellett, és bizony az önkormányzat a túl hangoztatott stabilitása ellenére 350 millió forint hitelfelvételre volt szükség. Én is megszavaztam ezt, hiszen én annak idején, mikor képviselő lettem, én azt hangoztattam, kijelentettem, és azt kértem a testület többi tagjaitól, hogy a magam részéről konstruktív együttműködést tudok ígérni, én is ezt várom is el. Nem mindig ezt kaptam, mert hogy voltak olyan kezdeményezésem, ami nem sikerült. Azért érzékeltettem ezeket a nagy pénzeket, hogy milyen pénzek mozdulnak el, hogy például az egyik ígéretem volt, ami nem mostan került napirendre már, hanem a 2002-2006-os ciklusom alatt már én elkezdtem a Kertváros Vágóhídi területén levő bezárt utak összekötését a hátsó részen, hogy teherautóval, mentővel, tűzoltóval lehessen körbe menni az utcákon. Tehát ne tolatva kelljen egy nagy teherautós kamionnak kijönni az utcából, ami balesetveszélyes, rendkívül rossz. Az ott lakók bezárva érzik magukat. És ez a régi kérésük, kívánságuk, és ami teljesen jogos, ez az ott lakóknak. Az akkori időszakban eljutottam odáig, hogy területcserével megszereztük a Diófa, Kertészút, Füzesút egy részeinek
az összekötő út területét. Most meg kellett volna vásárolni a folytatást egészen a Szeder útig, tehát itt megint három utcáról van szó. Én kértem a tulajdonosokat, fölkerestem, hogy legyenek szívesek ebben partnerek lenni, és vagy területcsere, vagy eladással segítsék, hogy a városrész hát több ezer lakosát segítsék, akik azon a részen laknak. Ebben ők partnerek voltak, hajlandók, elindítottuk ezt a megvásárlási lehetőséget, és furcsa módon ez a dolog megállt. 1,82 millió forintról van szó, ennyire adták volna ezt a területet, erre a városvezetés azt mondta, hogy túl drága. Én nem akarom konkrét mondani olyan dolgokat, amikor 8-10 millió forintotokat áldoztunk más célra, valószínűleg azok is fontosak voltak, de nekünk a Kertvárosban ez létkérdés az ott lakóknak, akik a Vágóhídi részen laknak. A másik kudarcom a helyi autóbusz közlekedés visszaállítása, ezt is kezdeményeztem, fogom is majd újra kezdeményezni, ha képviselő leszek. Itt azt a választ kaptam, hogy hát ennek 10 millió forint körülbelül az induló ára ahhoz, hogy ezt az autóbusz közlekedést elindítjuk. Egyébként elkezdtem a közvéleménykutatást, aláírásokat gyűjtöttem. Be kell vallani, kevés volt az a jelentkező, aki nem csak aláírja, mert azt kértem, hogy ne csak aki aláírja, az hangoztassa, hogy aláírta, hanem aki ténylegesen igénybe veszi, mert 2-3 emberért 10-12 millió fontot kidobni nem lehet. Ez tényleg, ez egy reális, elfogadható érv. Ebben kudarcot vallottam, kevés volt az aláírás ahhoz, hogy ezt el tudjuk indítani, de újra, amennyiben kellő számú igénylés lesz, igény, akkor el fogom indítani újra ezt a kezdeményezést. Ebben az évben volt szerencsém találkozni a TRV területi igazgatójával, többi képviselőtársamtól tudom, hogy évek óta nem fordult ez elő, hogy személyesen tegye tiszteletét Mezőtúron, hiszen a városban nagyon sok probléma van az ivóvíz minőséggel, és ez valahogy nehezen indult el. Nekem személy szerint, amit az emberektől tudok, nehéz ennek a cégnek a ügyfélszolgálatával szót érteni. És én azt jellemeztem a testületülésen azt a helyzetet az igazgató úrnak, hogy mint egy nagy vízfej, úgy van Mezőtúr fölött ez a távoli igazgatóság. Udvariasan megígérte az igazgató úr, hogy ebben fog változni. Reméljük a város lakossága érdekében, hogy ez ténylegesen így lesz. Elindult a Mek József úti szociális otthon építése nagyon sok kertvárosi örömére, hiszen eléggé előregedett a városrész. Jelenleg tető előtti állapot van, falak állnak. Nekem ez kicsit lassú ez a tempó, tehát elégedetlen vagyok, mint egy kisgyerek, aki várja az új játékot, de én úgy gondolom, hogy egyszer csak elkészül. Legkésőbb talán jövő év, január-februárban valamikor birtokba vehetjük. És a legnagyobb örömöm pedig az, hogy a beígért sportpark, amit eléggé nehezen, döcögősen indult el, hiszen utólag derült ki, hogy azok a szakemberek, akiknek feladata lett volna megnézni, hogy a kertváros vezetékei hol húzódnak, utólag derült ki, hogy a sportpark alatt lett volna a gáz, szennyvíz, csapadék, ivóvíz. Ezt el kellett tolni onnét, olyan messzire, hogy legyen biztonságos helye. Én az ifjúsági lakótelepet javasoltam, ott fog meg elkészülni, és azt kértem a testülettől és a polgármester úrtól, hogy a kertvárosban legyen egy használható, jó, új játszótér, hiszen ott nincs semmi a gyerekeknek.
És én most köszönöm meg számára is, és a testület többi tagjának is azt a támogatás, hogy egy 6 millió forintos költségvetési keretből, amiből 1 millió forint az én képviselői keretem, meg fog épülni ez a kertvárosi játszótér, ami már olyan állapotban van, hogy ki van ásva az alap, és a játékok jó része már elhelyezésre került, még majd burkolás lesz, egyszer csak elkészül, és a gyerkőcök majd birtokba vehetik. Tehát a terveim között az van, hogy ezeket a dolgokat használni kell célszerűen és jól. Röviden ennyit szerettem volna. És milyen további tervei és célkitűzései vannak még a városrésszel kapcsolatosan? Amint említettem is, ugye van három utca, amit le kéne marni, és újra kellene aszfaltozni, természetesen ez pályázati pénzből lehet, de a többi út is nagyon el van használódva, és egy jobb minőségű kátyúzást kell végezni. A járdáknak a felújítása jobb, nagyobb ütemben, jobb minőségben kell, hogy folytatódjon, mert az, hogy egy utcában 10-15 méter járdát kicserélünk, az kevés, hiszen ezek a járdák 30-40 évesek. És nem azokkal a járdákkal van baj zömmel, amit a lakosság a saját erejéből készített, mert végignéztem ezeket is. Annak idején a 70-es, 80-as években mindenki a saját járdáját kézzel készítette, hanem azokkal, amit a tanács, majd az önkormányzat épített betonokat, a legtöbb probléma ezeknél van. Elpollanak. Le kell nézni például az Újvároson is, hogy rengeteg elpollott járda van. Ezeket meg kell oldani, le kell fedni. Nagyon sok probléma van a csapadékvíz elvezetéssel. Azok a csatornák, amit a 90-es évek elején csatorna elemeket berakott a kivitelező, látszik, hogy sok elem elég rohamunkával készülhetett. És sok helyen összeroppannak, lecsökkentve a keresztmetszetét az elfolyó csapadékvíznek. Csak egy példát mondok, most már a regnálásom alatt is történtek ilyen vészhelyzetek. Mátyás Király úton, a Füzes útba, Kertész útba, amit ténylegesen ki kellett cserélni. Ezeket tovább kell folytatni, hiszen ezek elhasználódtak, tönkrementek, és ezek egy nagy csapadéknál bajt okozhatnak. Én úgy gondolom, hogy ezek a markáns dolgok, azok a dolgok, amit meg kell, hogy csináljunk. Persze vannak kérések, bolt, nagyobb bevásárlóbolt urahozatala. Ez egy jogos kívánság a lakosságnak, de hát egy kereskedelmi egység letelepítése, ez nem önkormányzati feladat, hiszen ez vállalkozói szférát érint. Annak idején még a 2000-es években kezdeményeztük a Tesco-nak oda települését, ő keresett területet, az önkormányzat akkor a testület úgy döntött a kérésemre, hogy kiegészítésképpen egy nagy területet alakítsunk ki, ahol a Tesco megmaradhatna. Ez a kertváros Erkel Ferenc út melletti területe lett volna, a cirkusztér utáni terület. Ez egy jó adottságú terület lett volna, sajnos a Tesco útközben arra döntése jutott, hogy nem éri meg neki ide jönni. De próbáltuk volna a Lidőt is annak idején, mikor a Lidő letelepült mezőtúra rábeszélni, hogy akkor ő jöjjön a kertvárosba. Ő a konkurencia a Penny nyakára akart menni, ezt is abszektálni kell, nem tudtunk más csinálni. Sajnos a kertvárosban egy szem kiskereskedelmi bolt van, és ez kevés egy ekkora városrésznek. De én mindent meg fogok tenni azért, hogyha ezt elő tudom segíteni, hogy oda valamilyen másik nagyobb bolt kerüljön. Hát röviden ennyit talán még azt lehet mondani, hogy a kertvárosiaknak a közérzetét sokszor irritálja az, hogy a belvárosba, vagy a város másik részén vannak látványberuházások. És bizony a kertvárosban az utóbbi
8 évben igazából semmi nem történt. Ezen már változtatni kéne, mert hiszen ugyanúgy adófizető emberek laknak ott is, ugyanúgy a mezőtúri lakossághoz tartozónak kell, hogy érezzék magukat, és bizony vannak, akik nem így érzik. Ennyi. Köszönöm szépen Kovács Mihálynak, hogy eljött hozzánk, és megosztotta a tévénézőkkel ezeket az információkat. Én is köszönöm a lehetőséget, és kérem, hogy jöjjönek el október 13-án, és szavaznak ránk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmüket, Önök a Túri Objektívet látták. Ne feledjék, műsorainkat az interneten is megtekinthetik. További szép napot kívánok, a viszontlátásra!